1947. február 25-én Váci utcai lakása előtt tartóztatták le a szovjetek a kommunisták elleni kiállása miatt Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt akkori főtitkárát. A politikus a börtön és a kényszermunka után 1955 őszén térhetett haza. 2000 óta ezen a napon emlékezünk a kommunista diktatúra mártírjaira, a koholt vádak alapján kivégzett vagy bebörtönzött emberekre, az elhurcoltakra és a családtagokra, itthon maradottakra is. Ennek az volt az üzenet, hogy az új hatalom bármit megtehet az emberrel. Diktatúra volt, el kell ítélnünk minden diktatúrát, hiszen az embereket megilleti a tisztességes eljárás, megilleti azt, hogy egy demokratikus rendszerben éljünk. A Városházán tartott megyei és városi megemlékezésen Kovács Ferenc elmondta, a felnövekvő nemzedékek miatt is erkölcsi kötelességünk és küldetésünk az emlékezés, az események hiteles feltárása és továbbadása. Ezért hirdetett a város és a megyek közös irodalmi pályázatot a középiskolások számára. 20 pályázat érkezett, amiből 6-ot díjazunk, és hagyományt szeretnénk teremteni ezzel, tehát jövőre is folytatnánk, nagyon jó a fogadtatás, visszajelzések, és azt gondolom, hogy a fiataloknak különösen el kell mondani, hogy mi történt itt az elmúlt évtizedekben, mert anélkül lehet a jelent sem érték, és a jövőt sem tudják majd vinni, amikor már ők kerülnek a helyükre. A pályázók szabad kezet kaptak, egy általuk választott irodalmi műfajban nyújthatták be alkotásaikat, amelyek megemlékeznek, tisztelegnek a rezsim áldozatai előtt. A fiatalok közül többen valós eseményeket dolgoztak fel, de mindannyian kifejezték véleményüket és üzenetet fogalmaztak meg az erőszakrendszerrel kapcsolatban. A mai fiatalok számára a szabadság az olyan természetes, mint ami akkor egyáltalán nem volt elképzelhető. Teljesen el voltak nyomva az emberek, és nem tudják a mai emberek ezt értékelni, és ezért volt olyan nehéz beleképzelni magamat abba az időszakba. A kommunista diktatúrák halálos áldozatait világviszonylatban 100 millióra becsülik, Kelet-Európában számuk meghaladja az 1 milliót.